Kedves ballagú diákok, tisztelt szülők, kedves kollégáim! Mostani helyzetben Rejtő Jenő ironikus véleményét idézem. Olyan a jó ünnepi beszéd, mint a nyári ruha mellénye. Rövid és céltalan. Ha az első feltételt illeti, igyekezni fogok nem visszaélni a türelmükkel. Másodikat megítéljék meg majd önök a végén. Szalaga volt után többen is rám kérdeztek, hogy az idei ballagás ünnepségen milyen újdonság lesz. Nem tudtam válaszolni. Sok mindenre gondoltam, lufik helyett ültessünk egy fát közösen, hogy mindenki írja be a nevét térbúkolatra az udvaron. Mindegy, hogy mi lesz, gondoltam, de valami emlékezeteset fogunk kitalálni most is. Persze nem ezt vártam, nem így kellene ennek az ünnepnek zajlania. Mert ti vagytok a főszereplői ezeknek a napoknak. Értetek, történik minden, és értetek izgulnak a szüleitek, az osztályfőnökeitek, tanáraitok. Egy korszak lezárult az életetekben. Visszajöttök ide pár év múlva, és elmentek a vosz osztályotok előtt, már másul a padokban, más szalad a folyosón, és ez így van rendjén. Ennek egyszerűen vége. Az a kérdés, hogy mi az, amit innen magatokkal visztek. Nem csak az számít, hogy itt mi történt veletek, nem csak a múlt a lényeges, sokkal inkább az, ami megmarad. Sok szép szó, de adott esetben a szankciók, a dicséretek, a büntetések, jó és a rossz jegyek, ezek mind-mind beletartoznak. De egyszer mind keveset is. Önmagában ennyi nem elég. Ennél több az, mivel gazdagabban távoztok most innen. Ez olyan dolog, amit nem lehet, vagy nagyon nehéz szavakkal elmondani. Amiket más nem érthet meg, az, aki nem tapasztalta meg őket. Egy-egy anekdótát nem lehet úgy elmesélni, visszaidézni, ahogyan az ténylegesen történt. Ehhez jelen kell lenni. Ott kell élni, és ez az, amit soha senki nem vehet el tőletek. Elmesélhetnétek ezer meg ezer történetet, de utólag az ember már másképp mondja, akármennyire is igyekszik hülyen beszélni róla. Ez nem jelenti azt, hogy nem voltak szép, vicces, vagy ne találtál rossz élményeitek az iskolában. Csak azt, hogy ennél fontosabb a tudás, az életre való felkészülés, amit itt kaptatok, a barátok és a kapcsolatok fenntartása, amik akár örökre szólhatnak. Azért, akárhogyan is nézzük, hozzánőttetek ehhez a helyhez. Sok mindent nehéz lesz itt hagyni. Mik azok, amik hiányozni fognak? Nem tudom. Az biztos, hogy ti mindig polákos diákok maradtok, és ez ellen nem lehet semmit tenni. Hiába is próbálnátok elfelejteni. És végül mindannyiótoknak sok sikert kívánok az évvégi vizsgákhoz. És ezzel együtt engedjétek meg, hogy megköszönjem a szüleiteknek, a tantestületnek, az iskola dolgozóinak mindazt, amit tettek értetek az évek során. Fáj, és nincs tovább.
Ha nem szeretnek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondold jól meg. Szalmazsákomra tettetlek, porral sóhajt az izebő szalma. A kancsóba friss vizet hozok be néked, cipődet mielőtt elvédlek tőlem. Itt nem zavar bennünket senki, görnyedén ruhánkat nyugodtan fordozhatod. Nagy csönd a csönd. Néked is szólok, a fáradtak egyetlen széknak ellenültetnek. Melegben levethetsz nyakkendőt hallél, ha éhes vagy, tiszta papír kapsz tányéron, amikor akad más is. Ha nem, akkor hagyd néken is, én is örökké édes vagyok. Ha megszeretlek, kopogtatás nélkül bejöhetsz hozzám, de gondolj jól meg, bártam, ha azután sokáig elkerültem.